Ismét az úszodából jelentkezünk, ahol a 16 éves Kerecsengi Ellével beszélgetünk. A közeljövőben válogatott edzőtáborban vesz majd részt, egyelőre azonban még itthon próbálja visszanyerni az erejét, ugyanis múlt heti felkészülése betegség miatt kimaradt. Edzés után vele beszélgetünk. Kisgyerekkorod óta úszol már. Mi volt az oka annak, hogy te úszni kezdtél el? Miért lettél úszó? Elsősorban a szüleim szerették volna, hogy sportoljak valamit, de az unokatásom nagy hatással volt a szüleimre és rám is. Az unokatásod, ő is úszott, vagy mit kell tudnunk róla? Máté Hunor, és igen, ő is úszott, volt két olimpián is, meg több világ és Európa bajnokságon is. Mennyire segítő most a munkádat? Tartod vele a kapcsolatot? Persze, igen, nagyon sokszor beszélünk, és mindenben nagyon segít, és segíteni is fog, remélem. Lassan már 11 éve, hogy elkezdtél úszni. Ebben az időszakban elég sok edzővel dolgoztál már együtt. Mennyire okozott ez nehézséget számodra? Az edzőváltásokat mennyire volt könnyű átvészelni? Nekem elég nehéz volt. Nagyon sokszor nem úgy edzettem, ahogy kellett volna, és így a tavalyi országos bajnokság se sikerült olyan jól, mint ahogy szerettem volna. Ugye a mostani edződ Tóth Tibor már korábban is volt az edződ, kiskorodban már dolgoztatok együtt. Mi a különbség a mostani kapcsolatotok és az akkori között? Mennyivel másabb most a közös munka? Most már sokkal komolyabban veszem én is a munkát. Tibivács szerintem már akkor is, sőt biztos is, de én akkor még kicsi voltam, és nem nagyon szerettem az úszást, de most már komolyan csináljuk. Ha jól tudom, a nővéred is úszott veled együtt itt a Hódúszó Sportegyesületben. Milyen a kapcsolatod a családtagjaiddal, mennyire segítenek ők a céljaid elérésében, mennyire támogatnak? Mindenben nagyon sokat segítenek, leginkább őrájuk támaszkodhatok. A nővérem mindig ott van mellettem, nagyon sokat szoktunk beszélni, és nagyon sokat segít, hogy túléljem az edzéseket. A 16 éves Kerecsengi Elle már egy bő évtizede a Hódúszó Sportegyesület tagja. A mellúszás az igazi szakterülete. Sokoldalúságát jól jelzi, hogy 50 és 200 méteres számokban is egyaránt jó eredményei vannak, miközben a 100 méteres táv a kedvence. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legutóbbi 3 országos bajnokságon 3 különböző mellúszó számban tudott érmet nyerni. Az úszás mellett még tanul. Délelőttjeit az Eötvös József szakközépiskolában tölti sporttagozaton. Tavaly magántanulóként végezte el az évet, idén azonban úgy döntött, bejár az órákra. Ezt nagyban nehezíti az a tény, hogy Gellét beválasztották a felnőtt válogatottba, és az olimpiai B-keretnek is tagja lett. Úgy gondolom, ez kellemes teher lehet az ő számára. Mi az a plusz, amit az úszóedzéseken kívül megteszel azért, hogy te minél jobb eredményeket elér? Ugye az úszás elég összetett sportág, figyelni kell a mentális dolgokra. Mi az, amit te még az itteni edzéseken kívül megteszel? Minden héten szoktam menni a testvéremmel futni. Minden héten járunk masszörhöz, az egyesület ezt is, ebben is segít nekünk. Mentálisan pedig a volt edzőmhöz szoktam járni. Próbálok minden hónapban elmenni hozzá és beszélgetni kicsit az edzésekről, meg mindenféléről. Mik a távlati céljaid a jövőre nézve? Mi az, amit úgy gondolsz, hogy ha elérnél, akkor boldog lennél? Szeretnék eljutni az olimpiára, de még most idén a junior világbajnokságra szeretnék kijutni, meg az országos bajnokságokon jó helyezéseket elérni. Elég szerencsés helyzetben vannak a magyar úszók, mert 2021-ben Budapesten lesz majd a világbajnokság. Mennyire gondoltál arra, hogy esetleg oda kijuss? Hát az nagyon jó lenne, hogyha eljutnék, kijutnék oda.
Az is céljaim között van, hogy itthon versenyezhessek. Ugye pont a 2021-es évre lennél te 22 éves, és azt mondják, hogy a sportolóknál a csúcsidőszak a 18 és 24 éves közötti kor. Tehát ilyen szempontból neked ideális lenne ez a verseny. Mennyire érzed úgy, hogy ez esetleg sikerülhet? Hát én úgy érzem, hogy sikerülhet bármi azon a versenyen, meg előtte is, és utána is szeretnék jó eredményeket. Ugye mondtam az előbb, hogy mi lenne az az eredmény, amivel boldog lennél. Áruld el, légy szíves, mit jelent számodra a boldogság? Hogy tudnád leírni azt az érzést, amit akkor érezni, hogyha mindent elérnél? Ez egy elég nehéz kérdés, mert nem szeretnék ilyen nagy álmokat teremteni magamnak, de szeretnék azért olimpiai döntőben úszni, meg esetleg Európa-bajnokságon, világbajnokságon dobogóra állni. Mivel szereted leginkább tölteni a szabadidődet, illetve kivel? Van olyan, akivel esetleg rendszeresen összejársz? Például az osztályban milyen a közösség? Szoktatok találkozni iskolán kívül is? Igen, szoktam nagyon sok barátnőmmel találkozni iskolán kívül. Nagyon sokat szoktam olvasni, meg nagyon szeretek filmeket nézni. Tesómmal, az öcsémmel, vagy barátnőimmel, de egyedül is nagyon szeretek. Ugye említetted az előbb, hogy futni is el szoktál járni. Az mennyire kikapcsolódás neked, vagy mennyire inkább az edzés része? Inkább a kikapcsolódás része, mert mindig zenét hallgatok közben, és futok városban, nem pedig pályán szoktam, hanem városban össze-vissza, és nagyon szoktam élvezni. Az úszás az egyéni sportág, de mégis mondhatjuk, hogy csapat erő szükséges hozzá, ugyanis együtt készültök az edzéseken. Van olyan csapattársad, akitől úgy érzed, hogy tudsz tanulni, illetve ki az, akivel a leginkább jól kijössz? Akitől a legtöbbet tudok tanulni, a Szabó Tamás, és nagyon sokszor vele szoktam beszélgetni, meg vele edzek, vele tudom tartani a tempót. Lányok közül Lenke és Fanni a nagyon jó barátnőm, de a csapatban mindenkivel nagyon jóban vagyunk, és nagyon összetartó csapat vagyunk. Ha lenne egy választásod, hogy visszamehetsz az időbe, akkor is az úszást választanád? Mindenféleképpen igen. Ez az a sport, ami nekem a legjobban tetszik. Nem vagyok túl ügyes a labdajátékokban, viszont az úszást azt nagyon élvezem. Ugye tegnap megkaptad a Jó Tanuló, Jó Sportoló címet. Ezt elcserélnéd esetleg egy évvégi matek ötösre? Nem. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Megkaptam ezt a díjat, és nem cserélném el semmire. Kerecsen Gellével ismerkedhetünk meg tehát egy kicsit közelebbről a mai adásban. Reméljük, minél többször láthatjuk őt majd a TV képernyőin. Én ezzel megköszönöm a figyelmet, jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!